Keksz és mogyoró egy közértből, vagy vacsora egy csúcsétteremben. Ugi Attila 18. kerületi fideszes polgármester elszámolásában szerepelnek ezek a tételek. A közös bennük, hogy a politikus egyikről sem kért számlát, beosztottaitól viszont azt kérte, hogy számla nélkül is fizessék ki a költségeket az önkormányzat kasszájából. Ugi Attila szerint neki nem kell áfás számlákat gyűjtenie. A Híradó által megkérdezett adószakértő szerint viszont a polgármester hibázott. Ugi Attila választási plakátja a 18. kerületben. A polgármester azt ígéri, folytatja, amit elkezdett az előző ciklusban. Az Ugi Attila vezette önkormányzat könyvelésének egy részlete, Mogyi, Függés jó reggelt, Pilóta keksz. Egy blokk a sok közül, áfás számla azonban nincs hozzá. A polgármester ugyanis a neki egyébként szabályosan járó reprezentációs költséget áfás számla nélkül próbálta meg elszámolni. Amikor erre a 18. kerületi önkormányzat pénzügyi csoportja figyelmeztette, akkor jól látszik, kézzel írt utasításban kötelezte a munkatársait, hogy számla nélkül is csupán a blokk alapján fizessék ki a költségeit. Ez az egyik lista azokról a költésekről, amelyekről a polgármester nem kért számlát. Van köztük éttermi fogyasztás kis vendéglőből és csúcs gasztronómiai étteremből, pizzériából és kávéházból származó blokk is, ami a közös, számlát egyik esetben sem kért. Ezt több esetben technikai okokkal magyarázta. A 18. kerületi szocialisták egyik képviselőjelöltje szerint a polgármester nem a szabályoknak megfelelően költötte a rábízott közpénzeket. Azonnal fogjuk kezdeményezni a képviselőtestületnek a rendkívüli ülésének az összehívását, ahol fel fogjuk szólítani Ugi Attila polgármestert, hogy az elmúlt 4 év valamennyi költésével számoljon el, és ha igaz, amit itt a dokumentumokban látunk, ebben az esetben fel fogjuk szólítani a Fideszt, hogy Ugi Attila polgármestert léptesse vissza, Ugi Attilát pedig arra, hogy távozzon a közéletből. A polgármester szerint nem is kellett volna számlákat gyűjtenie. És ön azt mondja, hogy mégis fizessék ki. Hát nem kell számla. De akkor miért írják, hogy technikai okok miatt nincs számla? Hát mert számtalanszor van számla, de ennek semmi, van számla, amikor meg nincs számla. A polgármester tagadja, hogy szabálytalanságra utasította volna a munkatársait, szerinte minden jogszerűen történt. Mivel nem vagyunk áfakörösök, ezért nekünk nem is kötelező számlát kérni, ez a mi önkéntes vállalásunk volt, számtalan esetben kértünk, vannak bizonyos esetek, amikor valamilyen okból kifolyólag ez lemaradt, vagy rosszat írta, vagy utólag nem tudták pótolni, és csak a bizonylat maradt meg. A Híradónk által megkérdezett adószakértő szerint Ugi Attila téved. Nem számolhatják el, mert a számla az tartalmazza a vevő nevét és címét is. Ez jöttítja fel arra, hogy ő számolja el. Ha elszámolható lenne, akkor az is előfordulhatna, hogy egy polgármester odaáll mondjuk egy üzletpénztárához, és a pultról és a földről összeszedegeti az eldobált nyugtákat. Tehát ez visszaélésre adna lehetőséget. Angyal József szerint áfás számlát az önkormányzatoknak akkor is kell kérniük a közpénzek elköltéséről, ha nem tudják elszámolni az áfát.